Az entai önkormányzat a Thurzó Lajos Közművelődési Központ új alapító okiratából kihagyta a Magyar Nemzeti Tanácsot, azaz figyelmen kívül hagyta, hogy az MNT szerint ez az intézmény kiemelt jelentőségű a magyarság szempontjából. A VMS 8 módosító javaslatot nyújtott be a határozattal kapcsolatban, ebből egyet fogadott el a hatalmi többség. A képviselői csoportunknak az volt a kifogás, hogy a Magyar Nemzeti Tanács, mint a Vajdasági Magyarság Nemzeti Önkormányzata miért maradt ki az alapítói közül ennek az intézménynek. Ez az intézmény volt ugyanis hordozója az elmúlt időszakban azoknak a nagy projektumoknak, amelyek az ENTA híre nevét vitték tovább. Ilyen, mint a Tehetséggondozó Gimnázium, a Bolyai Gimnázium, vagy a Thurzó Lajos volt a hordozója épp a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megfogantatásának. A KKT elnöke szerint az entaiak maguk is el tudják dönteni, hogy hogyan működtessenek egy helyi intézményt. Az ENTA az valamiféle magyarság központnak számít már lassan kulturális vagy oktatási szemszögből nézve is, és ez lehetne egy egészséges versengés. Szabadka meg ENTA között, vagy Topolya meg ENTA között, vagy sorolhatnám, ugye, vagy Magyar Kazsia az ENTA között, hogy mindenki inkább adjon hozzá, minél többet tegyen hozzá. Mi legyünk a jobbak, mi csináljunk több színdarabot, és így tovább. Tehát ez nagyon pozitív dolog lenne. A Szerbia Egyesült Régiói nevű tömörülés képviselői kiléptek az entai hatalmi koalícióból, és az elkövetkező időszakban ellenzéki szerepben vesznek majd részt a testület munkájában.